Vladimir Putyin nem lesz jelen Jevgenyi Prigozsin temetésén. Erről beszélt korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkov azt is elmondta, hogy Moszkva nem tudja a szertartás részleteit. Később viszont Jevgenyi Prigozsin szóvivője arról értesített a közösségi médiában, hogy szűk körben búcsút mondtak a zsoldos hadsereg vezérének. Eközben viszonylag nagyobb felhajtás övezte Valerij Csekalov, a Wagner zsoldos hadsereg logisztikáért felelős vezetőjének temetését Szentpéterváron. A szertartás, ahol sajtóértesülések szerint több Wagner zsoldos is részt vett, megerősített biztonsági intézkedések mellett zajlott. Igazi hazafi volt, mondták ezek a nők a zsoldos vezérről ezen a rögtönzött megemlékezési helyszínen. Az egyik moszkvai lakos hozzátette, Prigozsin az igazság harcosa volt. A repülőgép, melyen a Wagner zsoldos hadsereg vezetői utaztak, múlt hét szerdán zuhant le Moszkva közelében. A fedélzeten 10 ember tartózkodott, köztük a két katonai vezető. És már is a stúdiónkban itt van Sonkuti Bálint, ez az MCC geopolitikai műhelyének koordinátora. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kutató tanára. Olvasni se tudok. Jó, az a helyzet, hogy mert azon gondolkoztam, hogy a temetés képeit láttam, hogy Putyin dísztáviratot küldött a Prigozsin családnak, hogy ez mennyiben árnyalja azt a képet, amelyet az egész világon sok-sok hozzászólás árnyal, nevezetesen, hogy mi a felelőssége az első számú orosztóvezetőnek ebben a gép tragédiában, és azok a vizsgálatok, amelyek utólag megpróbálták felderíteni, hogy mi történt, vagy az arról szóló információk mennyiben erősítik ezt. Abban biztosak lehetünk, hogy amikor megjelenik a hivatalos vizsgálat eredménye, az orosz vezetés számára a legkedvezőbb verziót fogja bemutatni, tehát efelől ne legyenek kétségeink. De azért azt azért látni kell, hogy anélkül, hogy fel akarnám menteni Vladimir Putyinnek, könyökig benne van nagyon sok dura dologba, hogy ez nem az ő módszere. Tehát alapvetően azok a milliárdosok, azok a gazdasági vagy politikai vezetők, akik keresztezték Putyin útját, azok nem ilyen módszere haltak meg, ez egy maffia leszámolás gyakorlatilag. Általában kiestek egy ablakon, belefulladtak egy medencébe, voltak itt a családjával együtt, kivégeztek, ismerten orgyilkosok, de egy ilyenfajta lefejező jellegű, levegőben robbantásos módszer, az egy terrorista módszer gyakorlatilag, vagy egy maffia leszámolásé. Tehát nem tartom kizártnak, hogy egy olyan szál van benne, amelyeknek az volt az érdeke, hogy a Wagner csoport vezetősége meghaljon, és nem is biztos, hogy Prigozsin volt az egyes számú célpont, hanem az, hogy az egész vezetőség ott maradjon. Tehát utána már lehet, hogy sőt, biztos, hogy ráépült erre az orosz vezetésnek egy olyan intézkedés csomagja, amivel felszámolták a Wagnert, de például Kadirov, aki kifejezetten jó kapcsolatot ápolt vele, azért annyira van önálló tevő tényező, hogy megfogalmazhatta volna máshogy is a mondani valóját. Tehát több olyan jel van, ami arra utal, hogy nem az egyébként többszörös, hogy mondjam, többszörös egy gyanúsítható orosz elnök áll a háttérben, hanem valamilyen más száll lehet benne. Igazán nem akarok kekeckedni, de amikor terrorista támadásról, kivégzésről van szó, akkor általában ezek a terrorista egységek szeretik azt felvállalni, hogy ezt ők csinálták, mert azzal is erősítik a saját maguk presztízsét és pozícióját. Ilyen most nem történt. Igen, én most nem terroristákra gondoltam, terrorista módszert akartam mondani, tehát gyakorlatilag az a lényeg. Lehet, hogy engem megzavart az elhangzott, igen. Ez a szó, csak akkor nekem egyenes következtetésem volt, igen. Az is egy utal, hogy akkor szolgálati akciónak tűnik, vagy esetleg egy orosz vezetésen belüli másik érdekcsoport művének. Tehát ez egy üzenet is volt azzal, azon a területen, hogy így is meg lehet halni. És azért mondom, hogy azért érdemes figyelni azokat a üzletembereket, akik az orosz haderőfejlesztésben vallottak kudarcot, vagy mondjuk Litvinenko, aki minden szempontból árulónak tartott az orosz vezetés, milyen módszere lett kivégezve, mert egyértelműen oda mutatnak a szálak. Ezért gondolom azt, hogy nem biztos, hogy ez az orosz vezetéshez köthető, és a nagyobb esély nem köthető oda, de nem lehet biztosan kijelenteni semmit. Tehát például egy ilyenfajta robbantásos merénylet, az nagyon jól illeszkedne egy olyan orosz érdekcsoportnak a megmozdulása, amivel üzen mindenkinek, hogy ez innentől kezdve ez a miénk ez a terület, és innentől kezdve a Wagnernek a működését, vagy a Wagner működési területét mi fogjuk átvenni. Én azt sem tartom kizártnak, hogy külföldi titkosszolgálat lehet benne. Nyilván az ukránoknak is nagyon komolyan érdekükben állt volna Prigozsinnak az ilyen látványos eltávolítása, de én arra is megmondom kockáztatni, hogy a francia titkosszolgálat lépett közbe valamilyen módon, nyilván nem egy az egybe ő szervezte az akciót, de akár kezdeményezőként, akár a megvalósításában közreműködött, hiszen a francia érdekeket nagyon súlyosan sérti az, amit Oroszország művel Nyugat-Afrikában. Meg azért ne felejtsük el, hogy Prigozsin az ő videóival
hát beleszállt páros lábbal naponta a katonai vezetésbe. Ez is benne van a pakliba. Tehát az orosz katonai vezetés is lehet, de akkor meg azt mondom, hogy az orosz katonai vezetés, tehát egy ilyen támadásnak mindig van egy üzenete. Tehát az elkövetés módja az nem csak abban fontos, vagy nem csak abból számít, hogy valakit megöltek, hanem hogy hogy öltek meg. Tehát az orosz vezetés, katonai vezetés lett volna például, akkor szintén elkövethető is ezt a támadást, de én lehet, hogy akkor egy légvédelmi rakétát használtam volna, ami egyértelműen teszi, hogy ezt én voltam, és azzal, aki ilyen most az ő szempontjából jellemtelen, aljas, mint tudom, milyen jelzőket lehetne sorolni, módszerekkel támadott minket, az, ami így számoltunk le. Az elképzelhető, hogyha belső titkosszolgálati vagy katonai akcióról van szó, akkor Vlagyimir Putyin nem tudott erről? Az ottani viszonyok ismeretében? Valószínűleg a lázadásról sem tudott, vagy nem voltak olyan információk, amivel megakadályozhatta volna. Tehát nagyon egyszerű egy ilyen egyszemélyi vezetést, vagy egy ilyen autoriter vezetést úgy látni, mint ahol mindenki tud mindenről, de ez nem így működik a valóságban. Tehát ugyanúgy, ahogy az összes diktatúrában voltak érdekcsoportok, amelyek harcoltak, és legtöbbször a vezetőnek az volt a fő célja, hogy ezeket az érdekcsoportokat egymás ellen fordítsák, hogy ne az ő hatalmát veszélyeztessék, ugyanúgy működik ez Oroszországban is. Tehát elképzelhető, hogy valaki tett egy olyan lépést, amit lehet, hogy később meg fog bánni. De lehet, hogy ezzel egyébként szívességet tettek nekik, hogyha ez egy külső egységnek köszönhető, hogy gyakorlatilag helyettük cselekedtek. Ugye sokan számon kérik Putyinon azt, hogy a nekrológiában még akár cinikus is volt egy kicsit, mert hát, hogy nem sok mindent lehetett azért érzelmet az arcáról leolvasni. Mondjuk szerintem sokszor nem lehet, vagy semmit nem lehet többnyire leolvasni, ez már részletkérdés. De hogy akkor ezzel akár megkönnyítették az ő helyzetét is azzal, hogy kivégezték. Vagy akár meg is nehezítették, hiszen elméletileg volt egy megállapodás Putyin és Prigozsin között, aminek nyilván voltak feltételei, és hogyha ebbe a megállapodásba valaki belerondít kívülről, akkor az lehet, hogy az ellenkezőjét éri el vele. Tehát ugye, hogy Anna Politkovskaja újságíró meggyilkolásakor is fölmerült az, hogy ez nem egy központi megrendelés volt, hanem valaki túlbuzgó volt, és ezzel a túlbuzgóságával nagyobb kárt okozott a vezetésnek, mint hogyha... Akkor ezt akkor Putyinék nem fogják megköszönni a francia titkosszolgálatnak se, hogyha éppen róluk van szó, vagy bárkinek. Annak lehet-e következménye? Ha ez egy külső munka volt, akkor annak valahol előbb-utóbb meg kell jelenni, és ha más nem, ugye nyilván ez egy óriási blamás lenne az orosz elhártás számára, úgyhogy igazából érdemes figyelni a kommunikációnak a nagyon finom rezdüléseit, hogyha külső érdekeket emlegetnek csak név és cím nélkül, vagy akár konkrétan Ukrajnát teszik felelőssé, lásd északi támadás, ugye azzal is élünk a gyanúperre, hogy azért ez nem olyan egyszerű, az csak úgy dipszrops megcsinálni, hogy kibérlünk egy hajót, fölviszünk oda, egy pár tonna robbanóanyagot, azt majd fölrobbantjuk az északi áramlatot. Tehát itt azért mindig három lépésre érdemes bontani egy ilyen műveletet. Az egyik van egy megrendelő, van aki megszervezés, van aki végrehajtja. Na most ebből a háromban azért nagyon sok mindenki beleférhet. Tehát előfordult, hogy a megrendelők azok többen vannak, ugye a létrehozók vagy a szervezők is többen vannak, és a megvalósítók is többen vannak. Tehát itt azért nagyon-nagyon lehet játszani a dolgokkal, és lehet úgy mondani, mondjuk így nem teljesen valósat, hogy közben azért a valóság benne van az igazság. Ezt fogjuk folytatni, ezt a vonalat, meg még a magyar vonatkozásokat is hozzuk a reklám után. Folytatjuk is a startot, háborús rovatunkkal, Sonkuti Bálint a vendégünk. Köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És az előbb egy nagyon pici félmondat elhangzott az északi áramlatra vonatkozó hivatkozással, de ezt szerettük is volna. Kapcsolatban? Igen, köszönöm. És hogy ugye most megint a napvilágot láttak azok a hírek, hogy esetleg Ukrajna állhat a tenger, illetve igen, a tenger alatti robbantás mögött, amit ők természetesen cáfolnak folyamatosan, viszont nagyon sokan azt gondolják, hogy több szempontból is oka lett volna Ukrajnának arra, hogy ennek ők legyenek a megbízói vagy kivitelezői, mert amikor így mosolyogsz rám, és igen, mert ugye hozzá szeretnél tenni, vagy várod annyit, a kérdésünk. Annyit a kérdéshez, hogy ugye ezeknek a nemzetközi oknyomozó munkáknak, amelyek kihozzák, hogy ki a felelős, ugye van egy érdekessége, hogy arra utalnak a bizonyítékok, ez egy érdekes megfogalmazás, és ennél tovább a Spiegel sem megy, hogy ugye arra utalnak a bizonyítékok. De ez gyakorlatilag mindent is alá lehet támasztani, nem ez az utalás. Szóval, hogy Ukrajna vagy nem Ukrajna. Az a szépség és a nehézsége ennek a munkának, az én hivatásomnak vagy foglalkozásomnak, hogy próbáljuk összekötni a pontokat és valamit kihozni belőle az újságírókhoz hasonlóan. Tehát ezért nagy az esély a tévedésnek, mert előfordul, hogy egy pontot nem veszünk észre, vagy az adott környezetben nem is ismert, és utána utal az ember egy olyan következtetésre, ami utána tévesnek bizonyul.
Úgyhogy én furcsának tartom, hogy Ukrajnán keresztül üzemelnek ezek a vezetékek, és akkor egy másikat meg felrobbantanak, mert ha nagyon el akarnák zárni az orosz gázt Európától, akkor elzárnak a vezetékeket a saját területükön. Tehát azért vannak ebbe azért olyan kérdések, amik nem egészen egyértelműek, nyilván azért tranzitdíjat szedhetnek be, de hogyha én nagyon ütni akarnék Oroszországon, akkor teljesen elvágnám a kapcsolatait a Nyugat-Európával. Ugye a mai napig működik a kőolaj és a földgáz vezetékek egy része is a szankciók ellenére, nyilván a szankcióknak a feltételeinek a betartásával. Tehát itt azért nagyon sok olyan kérdés van, amit azért érdemes megvizsgálni. Megmondom, hogy nem tetszik az a folyamat, ami mindenét Ukrajna teszik felelőssé. Tehát Ukrajna szabadságáért harcol jelentős nyugati segítséggel, de az például, hogy nyugati tábornokok, akik alkalmatlan nem is értik az ukrán helyzetet, kritizálják azért, hogy hogy vívják a harcaikat, hogy őket teszik felelőssé ez a támadásra, amiben lehet, hogy benne vannak egyébként, tehát nem erről van szó, nem akarom fölmenteni őket, csak gyakorlatilag egyre inkább kezd kialakulni egy olyan kép, mint a nyugati sajtó azt a mondjuk egy narratívát kezdeni kialakítani, hogy Ukrajna kapott egy lehetőséget a szabadságnak a megvédésére, és ezt elrontotta. Tehát ebben a környezetben az általam vélt összekötött pontokból látható következtetésének a keretében nem tetszik ez a gondolat, nem tartom valószínűleg, sokkal inkább azt tartom valószínűleg, hogy valamelyik nyugati szervezet állt el mögött, de erre sincs bizonyíték. Ugye volt olyan verzió, hogy az oroszok robbantották fel, de hát a saját kezemben lévő dolgot nem kell felrobbantani, elég, ha elzárom a csapot és ennyi. De vannak logikusnak tűnő érvek egyébként azok között, akik azt mondják, hogy mégiscsak Ukrajna állhatott, akkor ön ezeket is megcáfolná, tehát azzal együtt, hogy rendben, hogyha el akarja zárni a vezetéket, elzárhatná a saját területén is, de onnantól kezdve, hogy Oroszországnak van bevétele a gázszállítmányokból, amellyel egyébként a háborút tudná finanszírozni, egészen odáig, hogy ugye a gázszállításokkal tudja például Németországot zsarolni, mármint hogy Oroszország, tehát hogy ezeknek azért van alapja, nem hát jól gondolom? Múlt időben szinkronizáció felrobbant a gázvezeték, tehát volt. Igazából ma, technikailag nem nehezen kivitelezhető ez a támadás. Nagyjából lehet tudni, hogy hol vannak ezek a gázvezetékek, és nincsenek is olyan mélyen. Tehát egy sima technikai eszköz készlettel egy magánember is lemerülhet ezekhez a vezetékekhez, és a robbanószert sem olyan nehéz csinálni, tegyük hozzá, nyilván nem fogom elárulni a receptet, de magán, tehát ipari robbanószer is el lehet követni egy ilyen robbanást például. Tehát igazából egy egészen sufnituning módszerekkel létre lehet hozni egy ilyen támadást egy ilyen gázvezeték ellen. Úgyhogy igazából benne van a pakliba, hogy Ukrajna követte ezt a támadást, de azért nem tartom valószínűleg, mert sokkal kézenfekvőbb magyarázatok is vannak arra, mint az, hogy öt ukrán kibérelt egy vitorláshajót Lengyelországba, rápakoltak 30 kiló ipari dinamitot, aztán valamilyen módszer lejutották és fölrobbantották az egészet. Tehát én mindig abból indulok ki, és benne van a pakliba, hogy tévedek, hogy kinek állt az érdekébe. Nyilván Ukrajnának is az érdekébe állt, de ezek a típusú dolgok, ezek olyan messzire mennek, tehát egy kritikus infrastruktúra elleni támadás, ha ez bebizonyosodik, hogy Ukrajna volt, akkor Németország kérheti a NATO 5. cikkelyének az alkalmazását, mert benne van a NATO doktrinákban, hogy a kritikus infrastruktúra elleni támadás az annak minősül, mint az országot egy katonai támadás érte volna. Akkor a NATO Ukrajnára fog támadni egy kritikus infrastruktúra elleni támadásért. Tehát ennek vannak olyan összetevői, amikről nem szokták kibontani az igazság minden részét, hogy klasszikus idézek. Tehát gyakorlatilag innentől kezdve egy nagyon-nagyon kockázatos megoldás a Ukrajna részéről, ezért nem tartom azt, hogy ők folyamodtak ez a megoldáshoz. Beszéltünk a frontvonalakon zajló hadi eseményekről, előtt azonban egy gyors kérdés, hiszen nem érdemes sokat beszélni róla, de mégis. Geopolitikai kérdése az, hogy Putyin környezete ma úgy látja, hogy 89-ben hiba volt innen kivonni a szovjet csapatokat, és hogy értékeljük azt például Esbíró Zoltántól, aki ugye Oroszország szakértő, hogy minimum be kéne kéretni a Magyar Külügyminisztériumban az orosz nagykövetet emiatt? Gyakorlatilag ez egy elég ellenséges lépés, nem is annyira a 89-es döntésnek, hiszen az orosz szempontból akár igaz is lehet, hanem az ötváltos felkelők címkézése, a nyugati titkosszolgálatoknak a megemlítése, stb. Ezt abból a szempontból érdemes nézni, hogy Putyin elkezdte újra gondolni az orosz történelmet, és a történészként azzal a problémával találkozom folyamatosan, hogy a történelmet nem írják, hanem folyamatosan újraírják, hogy az éppen aktuális, vagy éppen régebb óta fennálló narratíváknak megfeleljen. Tehát gyakorlatilag ennek is ez is ebben a folyamatban illik. Tehát azt érdemes látni benne, hogy az orosz vezetés egyre inkább a Szovjetunió katonai hódításait, a Szovjetunió befolyását igyekszik felemelni, nyilván a negatív oldalát is kihangsúlyozva, hiszen azt nem lehet letagadni, és ennek a keretében illik bele az, hogy mi katonailag meghódítottuk ezeket a területeket, ahonnan kivonultunk saját döntésünkből, ami nem teljesen igaz, mert ezeket a seregeket fel kellett tartani, és amikor a kelet-európai államok nem voltak hajlandóak ezt finanszírozni, az oroszoknak nem volt más választásuk, mint kivonni ezeket a csapatokat, hiszen anyagilag nem bírták volna őket fenntartani. Igen, de úgy értettem ezt a kérdést, mert az érzelmileg fontos, hogy mi mit gondolunk 56-ról, minden
magyar, aki nagyon fontosnak tartja azt, hogy milyen genézise van a 89-es eseményeknek, nyilván az 56-os egy nagyon fontos történet, de az a kérdés, hogy abból a szempontból, ami megelőzte a háborút, hogy Putyin folyamatosan követelte, hogy a NATO vonuljon vissza a 90-es évek előtti határai mögé, és amelyre például Ungár Péter figyelmeztetett, hogy na jó, de hogy ha végig gondoljuk, akkor Putyin szándéka az, hogy Magyarország és az orosz állam határos legyen egymással tulajdonképpen végső soron. Tehát ebből a szempontból érdekes az, hogy visszavontuk a csapatokat, és ez mekkora stratégiai hiba? Ez szerintem egy utolagos magyarázata az elkerülhetetlen tényre. Tehát egy elkerülhetetlen helyzet állt elő a 80-as évek végén, a Szovjetunió gazdasági meggyengülésével nem maradt más választás, mint ezeket a csapatokat visszavonni, és most gyártanak hozzá egy magyarázatot. Ami a NATO keleti terjeszkedését illeti, sokáig én is összeesküvés elméletnek és orosz kitalációnak gondoltam azt, hogy a NATO valóban tett ilyen ígéreteket, hogy nem fognak ebbe a légüres térbe benyomulni, és aztán kiderült, hogy Baker amerikai külügyminiszter 90-91-ben folyamatosan beszélt erről, csak az oroszok nem voltak akkor olyan állapotban, nem voltak olyan erősek, hogy ki tudtak volna kényszeríteni megállapodást, egy nemzetközi szerződést, ami erről szólt volna. De amikor, és ugye sorra derülnek ki, hogy a Minszki megállapodásra akartak a nyugati hatalmak betartani, tehát egyre inkább a nyugat olyan ki nem kényszerített hibákat követett el, és ez nem csak orosz szempontból, hanem a mi szempontunkból is, amit nem lehet megmagyarázni. Tehát miért nem gondolták azt, hogy azok az ígéretek, amiket megtesznek egy ilyen hivatalos találkozón, azt előbb-utóbb valaki be fogja rajtuk vasalni. Tehát, hogy ez egy olyan hiba, amit ha kezdetektől fogva nem gondolunk valamit komolyan, akkor nem beszélünk róla, és mi tárgyalunk az erőpozíciójából, akkor még csak ígéretet sem kell tenni, hanem lebegtetjük a kérdést. Tehát ezek olyan stratégiai hibák voltak, amik most ezt egyértelműen a fejünkre olvasnak, és akármennyire is agresszív Oroszország külpolitikája, ebben Putyinnak sem is igaza van. Tehát vagy nem teszek egy ígéretet, vagy ha megteszem, akkor meg be is tartom. Ha nem, akkor onnantól kezdve jogosan vállalnak az, hogy nem vagyok szavahihető, és innentől kezdve a nemzetközi politikában már az erőviszonyok szoktak dönteni. Az orosz nagykövet behívása elvárható lenne a külügyminisztérium részéről? Talán túlzott reakció lenne, hiszen ezzel az erővel folyamatosan behívhatnák a szlovák, a román és az egyéb nagyköveteket is a tankönyvekbe található hazugságok miatt, de mindenképpen valamilyen tiltakozás azért elképzelhető lenne. De igazából ez megint az amerikai nagykövetet nem lehet állnak folyamatosan pelengére állítani a kijelentései meg a cselekedeteik kapcsán. Az amerikai nagykövet Magyarországon, ez meg az orosz tankönyv. Tehát azért nincs mondjam, egy súlycsoportban két történet. Gyakorlatilag az, hogy egy adott ország a saját történelméről mit tanít, az helyel közel a magánügye. Tehát nyilván valamilyen formában lehet éreztetni, és kell is éreztetni, hogy ez egy olyan barátságtalan lépés, ami indokolatlan, vagy előkészítetlen, de igazából ez egy, pláne egy ilyen hatalmi függés viszonyban, ahol van egy nagyhatalom, egy nukleáris nagyhatalom, meg egy kis ország, ebben a formában homlokráncolásunkat kifejezhetjük természetesen, és kell is valamilyen formában, de ez azért túlzás lenne egy nagykövetet berendelni emiatt, ez nem egy olyan típusú dolog, ami egy katonai intervenció, vagy hasonló. Egy 3-4 perces briefet szeretnénk a hadicselekvényekről. Van egy jó példám a ukrán sikerekről, amelyben sikerült tényleg feltörni az orosz úgynevezett fedező biztosítóövet, hogy ez egy középkori vár, amit ostromolnak, és most Ukránnak sikerült betemetni a vizes árkot, és eljutottak a fővédelmi falig, ami mögött még ott van azért a belső vár, a külső vár után. Tehát ez egy valóban egy siker Ukrajna részéről, hogy 3 hónap küzdelem után sikerült áttörniük az első védelmi vonalat, de ott van mögötte még a fővédelmi vonal, amit nem vetlen hívnak fővédelmi vonalnak, és ott van mögötte még Tokmak megerősített városa, ami 60 kilométerre van a céltól. Tehát ezt ennek a láncnak a függvényében kell értelmezni az ukrán sikert, ami az elmúlt napokban bekövetkezett. És pont a 45. másodperc végére Sonkuti Bálint letette a pontot. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk ma reggel. Köszönjük. Várjuk vissza.